mielőtt hivatalosan én is köszönteném Önöket, megkérem a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, Medgyessy Pétert, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Köztársasági elnök úr, hölgyeim és uraim, honfitársaim, magyarok, a határon innen és a határokon túl. Jövőnk több mint 1000 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Szent István királyunk európai és magyar államot alapított. Holnap, az utolsó unión kívüli augusztus 20-án az önálló, szabad magyar államot köszöntjük. Jövőre Európát, és benne a végre hazaérkező európai magyar köztársaságot. A magyar Európát és az európai Magyarországot. Európai magyarságunk, állami létünk fontos 1000 éves érték. De talán még ennél is fontosabb Magyarország jövője. Nyugodt otthonok, jólétben élő emberek, biztonságban növekedő gyerekek, tiszta udvarok, rendezett porták, szépen vakolt házak. Ez lesz a hétköznapi, immár magyar Európa. Hazatérésünk Európába a nemzet sikere és a köztársaság ünnepe. Több, mint rendszerváltás, és kevesebb, mint államalapítás. Hölgyeim és uraim! Mi magyarok megszoktuk, hogy azt a kérdést tegyük fel, mit kapunk az államtól. Eljött az ideje, Európa szerte eljött az ideje, hogy másképp fogalmazzunk, másként gondolkozzunk közös dolgainkról. A hagyományos jóléti államok kora lejárt. Olyan, jobban működő államra van szükség, ahol az adófizetők forintjaival okosan, takarékosan bánnak. Ahol ezt érti az állam vezetése, és megérti az adófizető. A kérdés másik fele tehát az, mit teszünk mi? Mit tehetünk mi mindannyian? Már ma, magunkért, a holnap közösségéért, a magyar köztársaságért. Erőnket a cselekvéshez hitünk és meggyőződésünk adja. Hitünk elvekben, értékekben, eszményekben és önmagunkban. Hitét mindenki maga választja, de a hitre szükség van. Ez segített több mint 1000 éven át. Európa magyarságunkról és a magyar-európaiságunkról szól. Én hiszek a magyar nemzet erejében, a köztársaság polgáraiban és intézményeiben. Magyarország sikeres lesz. És ez hosszú idők óta először rajtunk múlik. Ám a jövő sikere nem elég. A ma nyugalma legalább olyan fontos. A köztársaság valamennyi polgárának közös vágya. A család, az otthon és a hétköznapok biztonsága. Ilyen Magyarországot akarnak a köztársaság polgárai. Önök. Mi mindannyian. A magyar Európa jólétét, időt álló jólétét úgy őrizhetjük meg, ha a közösség javait igazságosabban és méltányosabban osztjuk el. Hiszek a szolidaritás, vagy szép magyar szóval a közösségvállalás erejében. Egyenlő esélyeket adni mindenkinek. Segíteni annak, aki rászorul. És közben építeni az országot, bátorítani a teljesítőket. Ez a hitvallásom. Minden magyar gyerek számára esélyt akarunk adni,
és biztosítani akarjuk a felemelkedés lehetőségét. Elsőbséget a gyermekeknek. Ez nem jelszó, ez előrelátás. Mert Európa és benne Magyarország jóléte az ő kezükben van. Az ugyanis, hogy itthon és a határokon túl, a fejlett Európához hasonlóan, sajnos egyre kevesebb gyermek születik, veszélyt jelent a nemzetre. Pedig gyermekeink viszik tovább hagyományainkat, kultúránk értékeit, anyanyelvünket. A jövőben egyre kevesebb kereső segít, egyre több idősebb polgárt. Ők segítenek majd minket, hölgyeim és uraim, ők, akik a jövő. És ezen a jövőn kell dolgozzunk, egyén, család és az ország. Ezért kell előre tekintenünk. Takarékoskodásunk a jövőt szolgálja, és higgyék el, meg lesz a gyümölcse. Mert erőnket építésre használjuk. Folytatjuk, és bővítjük az Európa tervet. Tovább építünk utat, hidat, autópályát. Metrót, gátat, kórházat és kollégiumot. Közös vagyonunkat, megkeresett forintjainkat a jövőbe ruházzuk be. Mert a jövő a legnagyobb kincsünk. A jövő az építkezés, az országépítés. A jövő a képzett, okos, tiszta lelkű fiataloké. Hiszem, hogy lehet a jelent úgy is gyarapítani, hogy ne gyermekeink fizessék meg az árát. Jövőre például az M7-essel bekapcsoljuk az éltető európai vérkeringésbe Becsehely, Letenye, az M70-essel Tornyi Szent Miklós, az M30-assal Emőd és térsége sok-sok települését és polgárát. És az építkezést folytatjuk a következő években is. Ma, aki átlagosan keres, havonta 25 ezer forinttal vihet többet a családjának, mint 2 évvel ezelőtt. Mert a köztársaság adósa volt polgárainak. Kedves barátaim, kérem, hogy őrizzük meg az ünnep méltóságát.